ők elvitelre kérték. A kis vendéglő egy csendes mellékutcában található hódmezővásárhelyen. Régen kiskereskedés, aztán kocsma működött az épületben. Amióta átalakították, magyaros ételekkel várják itt a vendégeket. Az étterem tulajdonosa 8 vendéglátóhelyet üzemeltet hódmezővásárhelyen. Van köztük csárda, kávéház és bisztró is. A vállalkozóval Hódmezővásárhely korábbi fideszes vezetése kötött keretszerződést éttermi szolgáltatásokra. A városi rendezvényekre azóta az üzletember éttermeiből szállítják az ételeket és italokat. Ha a legexkluzívabb étteremből rendelnének, akkor előételnek kérhetnek füstölt lazacot gyümölcsökkel 2350 forintért, de készítenek rozmaringos báránycsülköt vagy homárt is ráksalátával körítve, ez 12500 forintba kerül. Február végén a teljes ellenzéki támogatással függetlenként induló Márki-Zay Pétert választották Hódmezővásárhely polgármesterévé. A politikus azt ígérte, hogy átvizsgálják a város korábbi fideszes vezetés által kötött szerződéseket. Az önkormányzat honlapján közzétett számlák alapján a korábbi városvezetés 10 milliókat költött ételre és italra. 2016. októberre és az idei év februárja között több mint 48 millió forint ment el éttermi szolgáltatásokra. Ez több mint 3 millió forintot jelent havonta. Márki-Zay Péter azt mondta híradónknak, a belső ellenőrzéskor semmilyen nyomát nem találták annak, hogy kik ettek ittak ennyit. A legtöbb soron csak annyit látunk, hogy a tisztségviselő kétkeztetése. Nem tudjuk, hogy pontosan kik voltak ott, milyen célból, és átlagosan három naponta van egy néhány fős, 2, 4, 7, néha 10 vagy több fős rendezvény. A Hódmezővásárhelyi Fideszt hiába kerestük. Az előző városvezetés egyik munkatársa szerint a számlák rengeteg kisebb-nagyobb rendezvény költségéből tevődnek össze. Nem nyilatkozott, de kamerán kívül azt mondta, hogy a reprezentációs keretből látták el például a minden ősszel megrendezett művészeti tárlat több száz vendégét, és a sajtótájékoztatókon is ebből volt pogácsa, kávé. Szerinte a helyi intézmények és civil szervezetek rendezvényeit is a keretszerződésből támogatták.